Miskolci művészelep, a képzeti főiskola művészelep volt annak idején, mikor én főiskolás voltam, amely a 20-as években a nagybányi művészelep elvesztése pótlására jött létre annak idején is. Benkard Ágost alakrajzi tanár volt a telep nyári tanfolyamainak a vezetője. Itt különféle mesterek növendékei jöttek össze nyáron, fiúk és lányok a két épületbe, hát meglehetősen, hogy mondjam, primitív elhelyezési körülmények között. Például, nem mondjam, az étkezdő, a menzának az étterme a pincébe volt, és az ablakon keresztül épített lépcsővel jutottunk be. Hát szóval ilyen körülmények között egy csodálatos jó hangulatba teltett a nyár, és én fölvétel előtt idejöttem előkészítő tanfolyamra, amiben az volt az érdekes, hogy a főiskolásokkal együtt dolgoztam. És ez nagyon sokat jelentett, nem csak a mesteri korrektúra, hanem a kollégáknak a munkáját nézni, hogy építkeznek a munka alatt. Aztán nyaranta természetesen, hogy az ember mindig jött a művészterepre dolgozni, mert munka lehetőség volt, élvezte, hogy dolgozhat. És a tájkörnyezet és a művészterepnek a növényzete mind alkalmas volt arra, hogy plener tanulmányokat folytassanak a növendékek. Aktmodell is volt a főiskolától, hivatásos aktmodell volt nyáron, és reggeltől estig festettünk. A heti két-háromszori korrektúra az arra volt jó, hogy az embert a maga ifjú vad elképzelését el ne ragadják magával, és megmaradja a realitás igénye mellett. És a fiska vízése után, mikor Burkhard Rezső vette át a művésztelep vezetését, akkor is az ő kérésére jöttem ide a művésztelepre 38-ba, és segítettem a napi munkarendnek a kialakításában. Az munka az szoros barátsággal nőtt, és egy apai barátom vált burkármester, akitől rendkívül sokat tanultam. Együtt jártunk kifesteni a Sajópartra éveken keresztül, és az ő tájkép látása, a kép kompozíciós kérdéseinek a tisztázása, egyáltalán a tanulmány és a kép közötti különbségnek a megértetése jelentett rendkívül sokat. Úgyhogy két mesterem volt tulajdonképpen, bár Burkhard Rezsőnek nem voltam növendéke, de legalább annyit tanultam tőle, mint Benkard mestertől.
ma már nem mennek ekkora képpel, ez 90x120-as, ekkora képpel kivenni, mert már néhány állványom, a festőállom összetört abban, hogy ekkora képet festettem ki, azt mondom, hogy olyan szírom, viszi állványosul, mindenest a képet is töri az állványt. Úgyhogy nagyon meggondolandó dolog az, hogy ekkora vász ma már kimegy, de hát megtörtént már az, hogy 130x170-es képet festettem én a Sajóparton. Mert valahogy az volt az érzés, hogy legalább akkor vászon kell ahhoz, hogy azt a nagy puszta part oldalt megfestem, mert nincs ott a semmi. A szemközti part és a két bokor meg a hegy a tetején és a víz. De hát ezt nem lehet kicsiben, nem lehet azt a gazdaságot, ami a folyópartnak az omlásos részében, az alámosásokban részében, hogy gazdagán teszi a partnak a vonulatát, azt kicsiben, miniatűrben nem lehet megfesteni, mert akkor egy száz főrrel kellene babrálni a vászon, arra pedig én nem vagyok képes. De hát azt úgy tudom megmutatni, mert ez elment külföldre. Hát háború után, mint hazajöttem a frontról, akkor még volt a művész szerepen modell, és jártunk ki a Sajóparra festeni. Ott találtam egy szakadékos részt, Sajócsegen túl, ahol a modell bement megmosni a kezét, hogy hűsíteni magát a vízbe. Szép volt, érdekes volt. És azt akartam megfesteni. A érdekessége vagy komissága ennek a kép vagy festésnek az volt, hogy a Sajónak a vize az úgy késő délutáni órákban mindig egy 20-30 cm-re megemelkednek, húzasztott részeket megnyitottak, vagy leengedtek vizet valahol, és az a Sajóban minden rendszeresen megemelked. És a modell, aki fél lábszárig állt a vízbe, ami a Sajó az nem valami meleg víz, fürdővíz, fél lábszárig állt a vízbe, a kép kezdetekor, mire a felfestés az előtt, már tényleg ért a víz. És fogadatosan ment fölfele. Én meg attól félt, hogy megfagy a modell. És hiába kérlet, hogy terüljön ki, mondta, hogy még bírom, és hát egy szózra kellett megfesteni ezt a képet. Tehát nem volt más lehetőség, hogy amit az impresszionisták mondtak, hogy egy látványt, egy pillanatját el a látványnak megfesteni. Amikor egy pillanatban fogalmazódik meg a téma, azt a pillanatot tényleg azt kellett megfesteni, mert volt többre se idő, hogy még másmilyen problémát is vesztek, hát ez csak kis jakt, az nem egy olyan nagy feladat, hogy több órát vegyen magával annak a megfestése. Plenerben az a nehéz, hogy állandó változó természetvilágítás, egy felhő elvonul, nem a nap előtt, csak a nap mellett. Azonnal megváltoztatja a fényviszonyokat. Tehát annyira érzékenynek lenni az ember, kell lenni az ember szemének, hogy őket érzékeltesse, és a jellemzőt visszaadja, megragadja és visszaadja. Tehát olyan konkrét megfigyelést igényel, amelyet nem szívesen vállalnak az emberek, a kollégák, ezért ment ki a divatba. Sokkal nagyobb odafigyelés kíván, mint általában a műtermi festészet. Na most a másik pedig, hogy természeti környezet is kell hozzá. És az urbanizáció szaporodásával és a művészetnek a városba való tömörülésével ezek a feltételek romlottak. Nem volt hol fessen plener képet az illető, és fokozatosan elfogyott. Ahogy a modern irányzatok megelégedtek a különféle jelekkel, mértani alakzatokkal,
úgy vált érdektelenné, hogy hol festi azt. Azt bárhol meg lehetett festni, szobában, nem csak a természetben. És mondjuk a színárnyalatokat az ki lehet találni, és nem kell a természetből elvesni. Tehát megszűnt a plener érdeklődés az emberbe. És aztán később a főiskolában, ma már nincs jelentősége a plenernek, nem is tudnak plenert festeni a mai fiatalok. Az ember bandugol néhány kilométert, néha sok, nagyon sok kilométert, és valami megállítja a látványba. Vagy emberek csoportja, vagy egy tárgy érdekessé válik, izgalmassá, hogy meg kell festeni az embernek. Van egy olyan érzete, hogy meg kell festeni. És akkor az ember, ami a témától, a tártól függően kiválasztja a megfelelő méretet, és fölteszi a vászlat, megkomortálja, gondolva a képet, majdnem úgy mondom, hogy kivágja, hogy mettől meddig, mit akar belevenni a képbe, mi az, amelynek szerepe lehet a képen, mi, ami fölösleges. Tehát úgy komponálja meg az ember, és fölvázolja a tömegeket, és utána veszi a festéket, esetet, és hogy látja, úgy elkezdi festeni. Nincs módszerem olyan, hogy először a fényeket, vagy az árnyékokat, vagy valami. Az egész képet felfesteni, minél hamarabb bedörzsön az egész vászlat, megfelelő színárnyalattal, színértékkel, és fejleszted a képet, addig még az érdekletességben az általam kitűzött célt el nem éri. És ez vagy sikerül, vagy nem. Néha sikerül, de többször nem. Hát ennyi az egész titka. Közben, hát ugye mivel az időjárás is beleszól a tájképfestő tevékenységébe, az esős napokra is kellett valami témavilágot keríteni. Hát így a csendélet volt az, ami gazdagította a témakörömet. Figurális képeket is festettem, nagyon méretű kompozíciót, például Déri Miskolcra szívű festményt, amit 56-ban állítottam ki először. Ez adta az ötletet. Néhány kisebb vázat képi megfogalmazás után nélkáltam egy nagy vászonnak, és elkezdtem. Hát nem mondom, a Dériné figurája az talán harmadik vagy negyedik variáció, nem tudom most már, mert régen volt. Fózatosan a Biedermeier öltözet és a mozdulatban próbáltam rögzíteni Dérinére alkotott véleményemet, érzésemet. Így született a Dériné kép, amely hát emléket akart állítani annak a percnek, amikor egy tehetséges színésznő Miskolcra érkezve megteremt egy kulturális területen való életet a színészeknek, a színháznak a létrejöttét. Ez volt igazán az izgalmas benne. Az édesanyám számomra rendkívül fontos volt. Csodálatos édesanyja volt. És nagy hősi erőfeszítés volt, hogy bennünket fölnevelt. Világháború, nyomorúsága, magvanlakás, és a bélistázás közepette között érzelmileg nagyon sokat kaptam tőle. A szépre való érzékenységet, a szépen a keresését úgy érzem tőle örököltem. És mikor itt volt
sikerült végre rábeszélni a modellt, igen, mert ő egész életében valamit mindig csinált. Tehát, hogy legalább ne horgoljon. Ezt nem tudta megállni. Akkor sikerült, fájt az ujja. Ilyen izületi panasz, hogy miatt fájt az ujja. Azért is van az egyik keze egy tenyerével fölfele fordítva az ölébe. És így az elbeszélni is megfestettem. Szerencsére nem sokkal később meg is halt. Úgyhogy a harmadik kép egy bükkitáj. A bükkitéled, ami bent számomra a hónak a megfestése volt, az izgalmas. Hogy puha is legyen, ragyogó is legyen, színes legyen, mert nagy tévedés a hófehér. Hó rendkívül színes. Kéktől a narancssárgáig adódnak a színei, és a havas stílben a fárnak a rajza szikárabban jelentkezik, mint a nyári tájképben a fa. Ez volt számomra rész, és még egy, hogy a bükk megye határi részének egy jellemző részlete, tehát bükk. Én azt hiszem, hogy az ország más hegyvidékén hasonló témát nem igen találnék, vagy ilyen témát, hasonló biztosan, de ilyen témát, ahol tulajdonképpen nem is a bükk van előtérve, hanem tölgy. És mégis bükk az egész, mert a középtávolban bükkfák áldogálnak, és azok rajzolva adja az íggel való kapcsolatot. A téli napsütés és a télnek a derűje az, ami abban képben megfogalmazást kívánt, hogy én próbálkoztam vele, el sikeredett. A természetnek a változósága és örökké változósága az, ami a tájképfestőt izgatja és magával ragadja, hogy egy patakpart a következő évben már nem ugyanaz. Az áradás elmossa, új partot rombol épít, az átlan csinál, tehát örök változóság, de ugyanúgy a lomb is.